Az Egyesült Baloldal nevében Vergiat úré a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ma délután kicsit szürrealista ülésen veszünk részt. Valóban a demokráciáról, a jogállamiságról és az alapvető emberi jogokról van szó. A miniszterelnök eljött hozzánk, hogy magyarázattal szolgáljon. Ez szokatlan, és tudomásul kell vennünk, figyelembe kell vennünk. Örülhetnénk, hogyha nem azt gondolnánk, hogy ez csak a belügyeket szolgálja. Miről is beszélünk ma? Egy olyan alkotmányról, amelyet pár hét alatt szavaztak meg, és a kormány, amely nagy többséget élvez, ezt véghez vitte. Mindenki tudja, hogy ez a körülményeken alapuló többség. Az alkotmány január 1-én lépett életbe, és mindeközben áprilistól idáig mintegy 300 törvényt hoztak létre, mintegy 30 sarkalatos törvényt, amelyek nagyon fontos kérdésekkel foglalkoznak, és az európai értékeket érintik. A bíróság függetlensége forog kockán, de emellett a média pluralizmus, illetve a nacionalizmus kérdése, a köztársasági forma, valamint az egyház, illetve a keresztény értékek, a család értékei, a kisebbségek kérdése, különösen a homoszexuálisok és a rómák kérdése, a szakszervezeti szabadság, és így tovább hosszú a lista. Az Európai Parlament júliusban fordult a bizottsághoz, de decemberig kellett várni, hogy Barroso úr szánjon figyelmet erre a kérdésre, és odafigyeljen a Magyar Nemzeti Bank függetlenségére. Nos, szépen statuálja ez az európai értékeket. A tegnapi jogsértési eljárás nem felel meg a probléma súlyosságának. Oda kell figyelnünk a pénzügyi válságra, hiszen minden nap azt látjuk, hogy az Európai Unió nem tud erre reagálni, és egyre súlyosabb a helyzet, emelkedik a nacionalizmus. Figyeljünk oda arra, hogy mi történik, és próbáljuk megnyerni a történelmet. Tudjuk, hogy segíteni kell a magyar demokratákat. Nem manipulálják őket, egyedül egy dolgot tesznek, az értékekben hisznek, azokban az értékekben. Ahogyan Anszuszi Ging is elmondta, ezek univerzális értékek, a demokrácia, illetve a jogállamiság, emberi jogi értékek. Köszönöm szépen, az IFD frakció nevében Zsombor képviselő kap szót. Szanowni Państwo, 1900... Hölgyeim és Uraim! 56-ban Magyarország a szabadságra és nemzeti függetlenségre tett kísérletét orosz-szovjet tankok tiporták sárba.